Jézus Krisztus a megváltó. Annak a születését ünnepeljük, aki Pálapostól szava szerint a halálból való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. A járvány talán egy kicsit megőriz most bennünket a külsőségektől, a megszokott karácsonyi hangulattól, és talán alkalmat kínál nekünk arra, hogy az ősegyháznak a hitével ünnepeljük Jézus Krisztus születését. Az ősegyháznak a hitével, és szeretnék elindulni onnan, hogy az első keresztény közösségek azzal a hitvallással üdvözölték egymást, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, az iktüsz, a görög hal szó foglalta össze az ő legfontosabb hitüket. És ennek a hitnek szeretném most egy kicsit a hátterét ugyanebből az ősegyházi korból megvilágítani a zsidókhoz írt levél alapján. Olyan idézeteket szeretnék felsorolni, amelyekből világosá válik, hogy az első század vége felé már túl a Néróféle első üldözésen, Péter és Pálapostól vértanúsága után az első keresztény közösségek hogyan adták át egymásnak a hitüket. A zsidókhoz írt levél egy egészen különleges könyve az Újszövetségi szentírásnak. Nem tudjuk sem a szerzőjét, sem a közvetlen történelmi vagy földrajzi környezetét, de egy olyan prédikáció, egy olyan elsőige hirdetés, ami a legfontosabb üzenetet tolmácsolja. Jézus Krisztus, Isten fia, aki által az Úristen teremtette az időt, a mindenséget. Így kezdődik ez a könyv, hogy miután sokféleképpen szólt Isten az emberiséghez, a végső időben a Fi által szólt hozzánk. Aki által az Úristen ezt a teremtett világot nekünk adta. És a legfontosabb ebben a hitvallásban, hogy Jézus Krisztus személyében a minket szerető Isten, Megváltott és megszabadított a haláltól. Megváltott. Ezt a mondatot szeretem sokszor idézni, hogy az ő halálával legyőzte a sátánt, és megszabadított minket attól a rabságtól, amelyet a haláltól való félelem jelentett nekünk. Szó szerint, hogy a halálával felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükben rabszolgává tett. És ezzel együtt hit, hitvallást tesz az ősegyház, és velük együtt ma mi is, hogy Jézus Krisztus vállalta mi emberi sorsunkat, testvérünk élet, hogy minnyájunkért vállalja a megváltó halált, ami egyben a bűnbocsánatot jelenti a szenvedésével, az értünk vállalt keresztútjával és kínhalálával bátorítást ad nekünk, hogy együtt tud érezni a gyöngeségeinkkel. Szó szerint a szenvedésből engedelmességet tanult. Jézus Krisztus az ő keresztáldozatával egyszer és mindenkorra adott egy olyan megváltó áldozatot, amely az egész emberiség számára örök megváltást szerzett. Egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét elvegye. Hitből fakadó bizalommal járuljunk tehát Krisztushoz, olvassuk ebben a könyvben, amit most idén is újra megismétlünk az ősegyház hitével, járulunk bizalommal ő hozzá, aki a reménységünk szilárd alapja, a reménységünk horgonya, ahogy olvassuk, hogy tartsunk ki rendületlenül ebben a reménységben, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. A hit, az a bizalom, amelyel Jézus Krisztus felé fordulunk, aki megváltunk, hogy ebből a hitből a mi számunkra is élet fakadjon. A hit a remél dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. Olvassuk a következő sorokban. A hit példaképeire tekintünk vissza a korábbi szentírási könyvekre, a profétákra, a zsoltárokra, de a hit példaképeitől is tanulunk, Ábeltől kezdve Ábrahámon át Mózesig akik elismerték, hogy ők is vándorok, jövevények a földön, akik hazát keresnek. Egy jobb haza után vágyakoznak, a mennyei után. Emeljük hát tekintetünket a hit és, szerzőjére és bevégzőjére Jézusra, aki elszenvedte a keresztet, és most az Isten trónjának jobbján ül. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az ősegyház hite ma ugyanúgy reménységünk forrása, mint a századok során bármikor. Talán ez az idei járvány emlékeztet bennünket az első századok üldözéseire, ahol a hős vértanúk erről a hitről tettek bizonyságot az életük feláldozásával. És hitet teszünk most is, amikor a járvány során barátaink, testvéreink átmennek ebből a látható világból. Őket is Jézus Krisztus szeretetébe ajánljuk, és hitet teszünk az ő búcsúztatásukkal, hogy nincs itt maradandó hazánk, hanem a jövendő hazánkat keressük. Jézus Krisztus Isten fia, ami megváltunk, ami reménységünk, örök életünk biztosítója, örök életünk záloga.